Szeretettel köszöntöm a Hungary Sport minden kedves nézőjét. Mucsi Péter után Takács Bernivel, a Haladás játékosával is értékeljük a találkozót. Milyen volt belülről ez a mérkőzés, hiszen egy nagyon könnyű szettet követően három öldöklő csatára került sor. Melyik volt a Haladás igazi arca, illetve a Palutának az igazi arca? Azt gondolom, hogy a Palutának az igazi arca, inkább belül kezdtem. Az egyébként a háromszor nagyon jól kijött, hogyha ők azért régóta együtt vannak viszonylag, legalábbis a mag. Ők, hogyha belelendülnek, akkor azért nehéz őket megállítani. A mi arcunk pedig hát az első szett, és azt gondolom, hogy a szetteknek, ahol vesztettünk, ott nem, de ahol nyertünk, ott a végét tudnám azt mondani, hogy az igenis az a köztős jó kis Haladás, akik mi vagyunk. Úgyhogy szerintem így áll össze ez a dolog. Miben voltatok gyengébbek, vagy miben voltak jobbak a vendégek az utolsó három szedben, hiszen az elsőre, hát mondhatom azt, hogy hiba nélkül játszottatok, a következő háromba viszont, hát kicsivel többet hibáztatok ti is. Igen, hát azt gondolom, hogy amúgy a fáradtság is közrejátszott, legalábbis nálam biztos, de szerintem a lányoknál is. Ugye ezt hozza magával, hogy a koncentráció is leapad, de ugye ilyenkor kell az, hogy belelendülni és túllépni azon a holdponton, ami hál' Istennek sikerült, úgyhogy nyertünk. Ebből a győzelemből ugye építkeznetek kell, hiszen a Szóesen mellett még a Veszprémmel is össze fogjátok mérni az erőtöket. Ha minden igaz, a következő körben a Veszprém fog jönni a sorba. Nagyon jó mutatókkal, nagyon jó eredményekkel zárt a másik csoportban. Mit tudtok róla, illetve hogyan készültek arra a találkozóra? Hát őszinte leszek én semmit, mert én most jöttem, úgyhogy... De hát én az összes találkozónak úgy állok neki, hogy én nem vagyok halandó senki ellen se veszíteni, szóval ezt próbálom rányomni a lányokra. Azt mondták, hogy egyébként az is abszolút egy hozható meccs. A szezon eddigi részét végül is nélkülem is megoldották, úgyhogy azt gondolom, hogy nem jelent a problémát egyik csapat sem. Említettél egy nagyon jó kulcsmondatot, hogy most értél vissza. A szombathelyi szurkolók azért tudják rólad, hogy extra ligás tapasztalatokkal volt Haladás játékos, illetve jelenleg is Haladás játékos vagy. Nem lehet elmenni a kérdés mellett, milyen érzésekkel vagy, hogy visszatérhettél? Hát jó. Jó érzés volt. Rossz lett volna azért úgy abba hagyni tényleg, hogy elkezdtem egy szezont, és egy olyan kissé hiba miatt, hogy rossz a vállam, és akkor így visz lehet neki. Úgyhogy én örülök, hogy esetleg talán ezzel a szezonnal, vagy talán mondjuk még jövőre egyel be tudom majd fejezni a dolgokat. Említetted a sérülésed, most hogy szolgál a vállad? Egyébként jól, mert azt gondolom, hogy a gyulladás, ami alapvetően még lehetett jó sok lapáttal, az ugye leapadt. Bár most a harmadik szedben bevallom, azért voltam elég ideges, mert elcsattant egy kicsit a vállam, de nem olyan megcsináltuk, de nem 100%-os sajnos. Ide, hál' Istennek, MB2-ben azért használható vagyok, meg tudok segíteni a lányoknak, de sajnos én már magasabb szinten nem tudok gondolkozni. Rendben. Én azért jó felkészülést kívánok, és sérülésmentes mérkőzéseket, jó eredményekkel. Köszönöm szépen!